begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Deutscher Gedicht- und Prosa-Rezitationswettbewerb. 110 Schüler im Branauer Finale. Bunte Blumenkompositionen auf blauem Grund. Besuch in der Werkstatt der Möbelbemalerin Maria Schneider. Akkordeonkonzert. Schüler von Tamás Kémindi haben sich im Lenau-Haus vorgestellt. Illustrationswettbewerb, feierliche Preisverleihung und Ausstellungseröffnung. Insgesamt 110 Grundschulschüler aus 21 Einrichtungen nahmen an der Branauer Runde des ungarndeutschen Gedicht- und Prosa-Rezitationswettbewerbs teil. Die Kategorien waren die gleichen wie im Landesfinale: Hochdeutsch oder Mundart in je 4 Altersgruppen. Der Wettbewerb, der jedes Jahr in einer anderen ungarndeutschen Siedlung stattfindet, wurde heuer in der Grundschule von Margocs veranstaltet. Izgatott diákok, szüleik és felkészítő tanáraik várják, hogy elkezdődjön az idei német nemzetiségi vers és prózamondó verseny Baranya megyei döntője. A gyerekek összesen 30 települést képviselnek. Én 2 verset készültem, az egyik az József Mihályelisztől van, a másik pedig Christian Morgensteintől. Az egyik egy szerelmes levél, amit matek órán írt egy fiú egy lánynak, a másik pedig egy krokodilról szól. Nagyon figyeljek oda a német kiejtésre, és hogy szöveghű maradjak. Szerintem viszonylag jó eredménnyel fogok távozni, mert azért nekem is eléggé tetszik. Ingrid saját Himesházi népviseletben érkezett, hiszen ő nyelvjárás kategóriában indul, és egy vidám történettel készült. Birkapásztor, akinek van egy beteg birkája, és bemegy az egyik falusinak a pincéjébe, és azt hiszi a falusi, hogy ez egy ördög, és aztán kap 15 liter bort tőle, mert kihozta az úgymond ördögöt a pincében. Voltam már versenyen, és szeretnék tovább jutni. Több előválogatón kell helytállniuk azoknak a diákoknak, akik az országos döntőn is szeretnék előadni a választott prózát vagy verset. A májusi nagy esemény előtti utolsó mérföldkövet jelentik a megyei fordulók. A baranyai döntőt, melyet minden évben más németek lakta településen rendeznek, idén a Mágocsi általános iskolában tartották. Mindig máshol van, erre nagyon törekszünk, hogy mindig más helyszínen legyen, egyszer Észak-Baranyában, egyszer Dél-Baranyában, egyszer Közép-Baranyában, tehát mindig egy másik, és arra is törekszünk, hogy ne Pécset is szokott természetesen lenni, de ne feltétlenül Pécset legyen, bár megközelíthetőségileg biztos jobb lenne, de ez egy ilyen elvünk, hogy egy falusi iskolában legyen, vagy egy kisvárosi iskolában legyen a megyében, ahol németek laknak. Az egész megyéből vannak itt gyerekek, most kevesen vannak ezzel a maguk 110-es létszámával, többen szoktak lenni, ilyen 150-en, de hát ez a 2 év pandémia, ez érződik itt is. A vers és prózamondó verseny kategóriái megegyeznek az országos döntő kategóriáival. Irodalmi német vagy nyelvjárás 4-4 korcsoportban. A zsűri több szempont alapján értékelte a produkciókat. Az egyik a nyelv ismerete, tehát hogy mennyire azon belül is vannak alkategóriák, hogy mennyire érzi magáénak a nyelvet magyarul, mennyire tudja a gyereke szabadon mondani, vagy mennyire betanult. Ezt azért lehet érezni, hogy betanulta az a versike, vagy érti is, amit mond. A másik a kiejtés, azért nagyon fontos, hogy szépen beszéljenek németül. És a harmadik, mégiscsak ez egy művészeti kategória, valahol egy versmondás, hogy ne csak úgy felmondja a verset, mint ahogy egy magnó felmondaná, hanem ennyire művészien adja elő azt a verset, tehát az előadás mód. A zsűrinek idén is nehéz dolga volt, sok hasonló produkció közül kellett kiválasztaniuk, hogy kik képviselhetik a megyét a május 27-ei országos döntőn Budapesten. Die mehr als 200 Jahre alte Tradition der Möbelbemalung ist bis heute lebendige Volkskunst in Hartau. Die hier angefertigten, bemalten Möbelstücke, Schmuckgegenstände und Souvenire gelten als echte Besonderheit. Wir besuchten die Werkstatt von Maria Schneider-Horasti, Meisterin der Volkskunst, um zu sehen, wie die charakteristische Hartauer Verzierung entsteht.
Schneider Péterné, Haraszti Mária, a bútorfestést Himpelmann Pétertől, a jeles festett bútorkészítőtől tanulta. 1986-ban megnyitotta saját műhelyét. Férje szintén népi iparművész, ő készíti a fatárgyakat, amelyeket aztán a festőműhelyben felesége díszít hagyományos hartai színekkel és motivumokkal. Hát valójában csupa véletlenségből kerültem én a bútorfestészethez, ugyanis mikor férhez mentem, a tanítómesterem itt a szomszédom volt, és ugye rögtön, ahogy ide kerültem Hartára, rögtön láttam a Péter bácsi munkáját, és hát el voltam nagyon ragadtatva, csodálva, hogy milyen gyönyörűen dolgozik, és hát, hogy milyen nagyon szép is ez a bútorfestészet, és igazából ugye ez ilyen hobbiként indult, tehát próbálgattam, csinálgattam, aztán már a Péter bácsinál dolgoztam, az ő műhelyébe, közösen készültek az alkotásaink, zsűriztettünk is már akkor közösen, és 86-tól alakítottuk ki itthon ezt a kis műhelyünket, és próbáltuk a motivumokat a hagyomány szerint kialakítani, tehát mindig figyelembe vettük ugye az 1800-as években készült bútorokat, ugye a motivumokat fotóztam, aztán mindig saját önmagam szerkesztettem, meg mai napig is, és még most is nagyon-nagyon szeretem csinálni, tehát elmondhatom, hogy a munkám a hobbi. Nagy bútorokat ma már nem igen rendelnek. Inkább bölcsők, tükrök, fogasok, kelengyéslándák és kis ajándéktárgyak iránt mutatkozik érdeklődés. Hartán még hagyomány, hogy a lakodalomban a táncpénzt festett ládikába teszik. Van, amikor egy színnel majdnem egész nap dolgozok, mit tudom én, a zölddel vagy a bordóval. Ilyenkor most ez egy ilyen hatszirmú jellegzetes virág, és hát úgy hívjuk, hogy belül szőrös virág, mert tulajdonképpen a szirmokban ilyen kis szőrök vannak, és akkor ugye ezt csináljuk úgy is, hogy 7 szirmú, 8 szirmú, például ezt a virágot. És akkor ennek bordó az alapja, és pirossal van satírozva. Hát ugye azt is tudni kell, hogy nagyon fontos a színeknek a beosztása, mert ugye hát itt például ugye a tulipának itt egy kész dolgot látunk, azért tettem ezt ide, hogy olyanok lesznek. És akkor tudjuk azt, hogy milyen szín mellé melyik fog majd következni. Azt kell tudni a hartairól, hogy nagyon pontos és szimmetrikus. Tehát mindig először ugye a tervezésnél megtervezzük, hogy hova jönnek a tulipánok. Tehát tulajdonképpen megszerkeztünk egy felületet, és megjelöljük a tulipánnak a helyét, például itt a gomba helyét, itt ezeknek a virágoknak a helyét, és a többi az már szabadon mozgó, tehát akkor tudjuk, hogy a szárat hova kell húzni minden egyes virághoz, és közé pedig ugye ezek a, hát itteni szóhasználattal ezt úgy nevezzük, hogy striáknak, vonalas mintának, és akkor azt már folyamatosan, ugye amikor a zöld behúzás megvan, megvannak a zöldek, akkor következik a bordó. És mondjuk itt éppen lehet látni, hogy itt még csak a zöld és a bordó van, és a bordó után ugye jön a piros. A piros behúzás, és ezt követi ugye a narancs, és akkor itt teljesen ki lesz töltve az egész minta. Tehát ugye ezek több színből állnak, azért is nevezzük ugye szivárvány koszorúnak is. Most itt például, ugye jön, most ezeket a fehéreket fogom besatírozni, a fehér tulipánokat, és akkor az utolsó, ezek a sok-sok apró pöttyök. A színeket maguk keverik, a vékony vonalakat pedig otthon készült, luttolba húzott macskaszőr ecsettel festik. Igazán szép strihákat, vonalakat ezzel lehet csinálni ezzel a cicaszőrrel. Megvan a kék alapszín, hétféle felső szín van. Ezt meg is mutatom. Ugye ezek ilyen kis dobozkákban vannak nekem, és akkor ezzel a hétféle színnel dolgozunk, meg hát még itt a kroplak szín. Tehát ezek a
összes hétféle színünk. Valamikor az 1800-as években csak ötféle festék volt, tehát nem használtak olyan sokat, és akkor egy olyan sárgás-zöldes színű volt a bútor. Ugyanezekkel a motivumokkal, csak ugye itt hiányzott belőle a narancs szín és a bordó helyett sárgát húztak be. Az is gyönyörű, szép, tehát nagyon-nagyon szép volt. Itt már az oldalai, ugye azok már készen vannak. Hát ezt most úgy kell elképzelni, hogy egyszer dolgozunk ugye az egyik oldalán, mikor megszáradt, akkor fordítunk. Tehát mindig egy-egy oldal teljesen külön, hát nagyon sokszor meg kell fogni. Már még ugye mire csak ide bekerül, mert ugye akkor a belseje, az ugye most ennek festve van, de lakkozni szoktuk általában a belsejét, de hát mindig mire kész lesz, nagyon sok időbe telik. Hát hogyha csak most egyen dolgoznák, akkor rámenne a két napom is. Schneider Péternél fontosnak tartja, hogy tudását továbbadja. Írt két kis könyvet a hartai bútorfestésről, műhelyében, gyerektáborokban és iskolákban is szívesen tart mesterségbemutatót és foglalkozásokat. Munkásságát 2017-ben a település önkormányzata díszpolgári címmel ismerte el. Auf Vorschlag seines ehemaligen Schülers Tamás Kémendi gedenkt man des ausgezeichneten Lehrers und Akkordeonkünstlers Mihály Gász alle zwei Jahre mit einem Akkordeonwettbewerb auf Komitatsebene in Mohács. Auch auf der diesjährigen 5. Musikschau wurden ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. In Organisierung von Tamás Kémendi gaben die Akkordeonspieler, die am Wettbewerb gut abgeschnitten haben, im Lenauhaus ein Konzert. Gász Mihály Mohácson, valamint számos környékbeli településen oktatott fúvós hangszeren és harmonikán tanuló gyerekeket. Saját zenekarával járta a sváb falvakat, lakodalmakban, bálokon muzsikálva, és mindemellett rengeteg tanítványa volt, köztük Kémendi Tamás, akinek sajátos zenei világát a komoly zenei tanulmányok mellett nagyban befolyásolja a német zenei kultúra, és az aktív zenélésen kívül a jövő harmonikásait is neveli. A mai koncertre a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola, valamint a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei jöttek el, őket hívtam meg. Tulajdonképpen, hogyha jól átszámolom, vagy átgondolom, akkor azok a gyerekek vesznek részt, akik az 5. Gász Mihály emlékversenyen szerepeltek, és nagyon-nagyon jól szerepeltek, úgyhogy ennek örömére, amikor az Anikó, Mezei Anikó megkeresett a Lénauház részéről, hogy van-e kedvem, akkor egyből igen mondtam, és mondta, hogy abszolút ez lenne a koncepció, hogy akik a versenyen részt vettek, és jól szerepeltek, azoknak szeretnék még egy lehetőséget adni, és Pécsett is egy bemutatkozási lehetőséget. Nem pont én választottam, anyukám választotta, és hát én erre ezt én gyerekfejjel úgy tudtam felfogni, hogy amikor bementünk, azt hiszem az igazgatói irodába, akkor felvetették nekünk, hogy a zongora és a hegedű tanszék még, vagy hát nem telt még meg, ezért felajánlották nekünk még a harmonikát is mellette, és hát egyiket se akartam az anyukám, ezért inkább a harmonikára adott be, meg hát ugye apukám is sváb származású, szóval harmonika az ilyen extra jó volt. Nem csak sváb zenét játszok, igazából nagyon sokféle fajta zenét játszok, és hát nekem a harmonika az mindig is egy hobbi marad, sajnos, de egy elég erőteljes része marad az életemnek. Nálunk otthon a papa harmonikázott nagyon sokat, és hát nyilván ő jelezte anyának, hogy hát a harmonikát tanuljak, és hát jól sikerült, mert most már a 9. éve tanulok harmonikázni. Most a Pécsi Művészeti Szakgimnáziumba tanulok, a Tamásnál, és nagyon megszerettem. Majd én is tanár szeretnék lenni és népszerűsíteni. Kémendi Tamás Mohácson született, 8 évesen kezdett el zenét tanulni. Mint mondja, gyerekkorában ráakasztották a harmonikát, és az rajta maradt. A német zene és a német zenei kultúra ápolása nagyon fontos számára, ami a tanítás során jött elő leginkább.
Az úgy indult, hogy annak idején mind nagyapámnak, mind édesapámnak ő volt a tanára, és én is Gász Miska bácsinál tanultam. Mohácson és környékén egy nagyon-nagyon híres, neves zenetanár volt, nagyon sokunkat kinevelt, és amikor a mohácsi német önkormányzattal megtaláltuk egymást, hogy így fogalmazzak, és több közös produkcióban is már közreműködtünk, akkor felvetettem, hogy lehetne egy ilyen versenyt létrehozni, és nem is volt kérdés, hogy akkor az ő nevét viseli ez a verseny, úgyhogy ezt minden második évben rendezzük meg, a mohácsi német önkormányzat támogat ebben, én valamiféle fajta szakmai felelős vagyok, és nagyon-nagyon sokan jönnek, egy megyei versenynek lehet felfogni, na 25-en, 30-an mindig össze szoktak jönni, ami nagyon jónak mondható, mert azt gondolom, hogy 70-80 közt vagyunk, akik Baranya megyében tanulnak harmonikán. Nagyon-nagyon ambiciózus volt a Miska bácsi, és hát sokszor sok helyen elmondtam, hogy nagy volt a korkülönbség köztünk, mert ő már 70 év körül volt, amikor én meg 11-2 évesen jártam hozzá. És hát ő nagyon-nagyon eltökélt volt, hogy én belőlem harmonikást farag. Én ezt annak idején nem nagyon akartam, de ő meg nagyon akarta, és azért hála neki is többek közt ma itt vagyok, és én hozhatok növendékeket ide. Von der Sechser der deutschen Selbstverwaltung wurde in diesem Schuljahr schon zum zweiten Mal ein Illustrationswettbewerb für Schüler im deutschen Nationalitätenunterricht ausgeschrieben. Dieses Mal lautete die Aufgabe, ein Bild zum Werk Der Breitopf, geschrieben vom im Komitat Dolnau geborenen ungarndeutschen Schriftsteller und Dichter Josef Kanter, zu zeichnen. Zum Wettbewerb wurden fast 120 Zeichnungen eingereicht, die aus den von der Jury ausgewählten besten Werken entstandene Ausstellung kann 3 Wochen lang im Marmorsaal des Sechsader Babics-Mihály Kulturzentrums besichtigt werden. Stolz zeigen die Kinder ihre ausgestellten Zeichnungen. Fast 120 Werke wurden zum von der Sechsader Deutschen Selbstverwaltung ausgeschriebenen Illustrationswettbewerb eingereicht. Ziel der Deutschen Selbstverwaltung war, die Kinder zu motivieren, weiterhin, dass die Schüler auch Werke von ungarndeutschen Schriftstellern aus der Dolnau kennenlernen. Wie schenkt mir mein Vater, wenn ich heiraten tu, ola ra di ritta di ralla, wenn ich heiraten tu. Heute haben wir eine Ausstellung, die Sechsader Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung hat eine Ausschreibung herausgegeben für Schulkinder. Und für eine Illustration zu machen, zu einem Text. Und der Text heißt Der Breitopf. Das ist geschrieben von Josef Kanter, von einem ungarndeutschen Dichter, Schriftsteller. Diese Ausschreibung ist ebenfalls an die junge Generation geeignet, dass sie die kulturellen Traditionen kennenlernen, bewahren und auch weiterführen. Zusätzlich ihre Kreativität darstellen. Damit möchten wir die Schule unterstützen, diese Schule, wo Nationalitätenunterricht sichern in der Stadt. Die Kinder haben verschiedene Techniken benutzt. Auf neue Weise sind die Zeichnungen mit digitaler Technologie auch. Eine vierköpfige Jury bewertete diese Arbeiten und das waren 4 Kategorien. 5. ist die digitale Technik. Ja, und die Kinder auch bekommen eine Urkunde und einen Fachpreis auch noch dazu. Der Direktor des Mihály Babics Kulturzentrums stammt aus einer ungarndeutschen Familie. So bedeutet für ihn eine besondere Freude, dass die von ihm geleitete Einrichtung eine solche Ausstellung beherbergen kann. Beide Rolle nehme ich sehr gerne an. Ich bin ungefähr seit 1,5 Jahren als neuer Direktor hier im Kulturzentrum Babics. Aber die Herkunft und die Abstammung meiner Familie ist deutsch. Etwa vor 300 Jahren sind auch meine Ahnen aus Deutschland gekommen und die schwäbischen Wurzeln und die schwäbischen Sitten, die Familientraditionen sind auch noch im weiteren lebendig bei uns. Ich freue mich sehr, dass sogar meine beiden Töchter einen deutschen Kindergarten und
die deutschsprachige Grundschule, die eine Schwalerie besuchen. Es ist eine große Freude, dass Sie wahrscheinlich auch es fortsetzen, wie wir es von unseren Vätern und Müttern gelernt haben. Und diese zweistellige Situation liegt mir am Herzen natürlich. Ja. An dieser Zeichnungsausstellung war sie auch aktiv. Mit vielen ihrer Mitschülern haben sie auch daran teilgenommen. Es ist eine große Freude, weil sie ein bisschen schüchtern ist. Aber trotzdem kam sie sehr gerne heute. Sie haben eine wunderschöne Klasse mit Superpädagogen, die sehr viel dafür leisten, dass diese Kinder auch wirklich in der Zukunft eine lebende und wahre Deutschsprache auch erlernen können. Ursprünglich war die Aufgabe von einem ungarndeutschen Autor namens Herr Kantor, laut eines Gedichtes irgendeine Illustration darzustellen, auf Bild zu setzen. Sie haben das in einer Gesellschaft zusammen gemacht, also 8 Schüler haben überlegt, wie sollten sie das illustrieren, und insgesamt sind etwa 100 Zeichnungen zu uns gekommen. Also das ist eine große und sehr reiche Ausstellung, wofür wir uns sehr freuen. Seit November schon die zweite Ausstellung, welche im Rahmen der deutschen Nationalität und Selbstverwaltung verwirklicht wird. Es ist für uns immer eine große Freude, Ausstellungen von Schülern oder von Schulen hier als Gastgeber zu präsentieren. Wir machen diese Arbeit sehr gerne weiter. Nach den Begrüßungsreden und kleinen Programm folgten die Bewertung der Jury und die Preisverleihung. Anschließend wurde vom Sekretär des Komitatverbandes der Deutschen Selbstverwaltung im Komitat Tollnau, Jörg Krämer, die Ausstellung feierlich eröffnet. Also Pablo Picasso, der bekannte Künstler, hat mal irgendwo gesagt, Kinder lieben zu malen. Ein leeres Blatt, einige bunte Bleistifte genügen dazu, dass eigentlich Kunstwerke entstehen. Ich denke, wenn wir diese Bilder, diese Zeichnungen uns anschauen, also hat ganz bestimmt Pablo Picasso völlig recht. Also es ist schon schön sehen, dass da die Kinder Künstler sind. Die große Frage ist, wie kann man, wenn man erwachsen wird, ein Künstler und ein Kind bleiben? Die Ausstellung kann 3 Wochen lang im Marmorsaal des Mihai Babic Kulturzentrums besichtigt werden. Für heute vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.